A laboratóriumban gyakran találkozunk nagyon hasonló kinézetű, de mégis kémiailag más összetételű anyagokkal. Több lehetőségünk van az azonosításokra, például a savval való reakciójuk. Itt három sötét port látunk, abból az egyik cinkpor, a másik grafit, a harmadik rézoxid. Kémcsőbe teszek mindegyikből egy kevesen, majd mindegyikbe sósavat cseppentek, és megfigyeljük a változást. Láthatólag ez a por reagál a sósavval, pezseg, vagyis valamilyen gáz fejlődik. A középső por az nem reagál. Nézzük meg az utolsót. Látszólag itt sem tapasztalhatunk változást, és amelyiknél nem tapasztaltunk változást, azt megmelegítjük. Látható, hogy ez a sötét por melegítés hatására zöld színnel oldódott. Látható, hogy ez a harmadik sötét por melegítés hatására sem változott. Ebben a négy kémcsőben négy különböző vegyület található, vas, 3-klorid, higlugololdat, metilvörös oldat és metilnarancs oldat. Mindegyikhez hozzá öntök egy kevés nátriumhidroxidot, és megfigyeljük, hogy viselkednek. Tehát itt kivált egy vörösbarna csapadék, az ős kisárgult, narancsos színű,